Első gratuláció, begyűjtöttétek a kupa aranyat ismét. Mondhatjuk azért, hogy ebben a szezonban most állított titeket a Szeged a legnagyobb feladat elé? Igen, szerintem abszolút beleütött egy ilyen birkózós mérkőzésbe, sok szabálytalanság volt, sok hetes volt, sok két perc volt, annyi szerintem nem volt az elmúlt mérkőzéseken. Egyik csapat sem tudott olyan tempón diktálni, azért a Szegednek is voltak lerohanásgólyai, nekünk is voltak. Szerintem egy jó mérkőzés volt, főleg aki kívülről nézte ezt a mait. Igen, talán másik fél időben kétszer-háromszor egyenlíthetett volna a Szeged, de azért mondhatjuk, hogy végig a kezetekben volt a meccs, nem? Igen, a kritikus pillanatokban ott tudtunk lenni, tudtunk fókuszálni, és tényleg meg tudtuk oldani ezeket a kulcs momentumokat, főleg a money time-ba, ami kellett ez a győzelemhez. Mennyire kellett ez a siker a BL kiesés után? Nekem személy szerint nagyon kellett, hiszen azért nem mondhatom annak, hogy rossz szezonom van, hiszen a válogatott is nagy sikereket tudtam elérni, a Veszprémben is az olyan bravúrokat tudtunk elérni, amit eddig nem sikerült a klub történetében. Ez az Aalborgi két meccs, ez nem volt életünk legjobb mérkőzése, de nagyon mélyre repített minket. Most próbálunk fölkapaszkodni, próbálunk egyre magasabbra menni, és jövő héten úgy belemenni a Szeged elleni bajnoki döntőbe, hogy nagyon jól jöjjünk ki belőle. Can you tell us? Yeah, sure. Talk about the game. Yeah. It was a tough game, really aggressive. And do you know what was the question? Why you play good in defense? I don't know. What was the question? I give you. No, I don't have to. I'm just waiting here. Sok idő, ugye nincs pihenni, meg megünnepelni a győzelmet. Pénteken kezdődik is a bajnoki döntő. Ez a siker mekkora lendületet adhat rá? Szerintem nagy lendületet adhat, és tényleg ez hiányzott nekünk, hogy visszatérünk abba a kerékvágásba, ahol mi voltunk, hogy tudjuk képviselni azt a játékot, amit mi tudunk játszani. Szerintem jó bajnoki döntő elé tudunk nézni, szóval nagyon kemény mérkőzésre számítok, főleg a Szeged részéről, hogy ez egy szansz lesz, hogy valami trófeát tudjon nyerni ebbe az évben. Meg tudja még egymást lepni ez a két csapat valamivel? Most is sikerült a Szegednek minket meglepni, mi nekünk is a Szegedet. Mindig van egy-két dolog, de szerintem ez a mérkőzésen való koncentráció és tényleg a fegyelmezettség fogja eldönteni ezt a mérkőzést is.